Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy eklerfánkot készítünk eperkrémmel. Ehhez égetett tészta szükséges. Ennek az alapreceptje a következő. 2 deci vizet fölteszek forni. Az előbb kimértem, ez a 2 deci, ez nem volt 200 g, ez 170 g volt. Őszinte leszek, ez egy picit meglepet, de ennyi. Tehát pontosan 2 deci víz. Ebbe teszek egy... Hát, egy csapott mokkás kanálnyi sót. Amikor ez elkezd olvadni, a só elolvad benne, hozzáadok 20 deka vajat. A zsíradékkal kapcsolatban az eredeti recept zsírt ír. Én nekem volt olyan kicsit grízes sertészsírom, amit pont ez miatt a grízesedés miatt nem tudott fölvenni a liszt, és egyszerűen ki jött a tésztából, és a tészta így módon nem sikerült. Tehát ezt a tésztát akkor lehet a legjobban elrontani, ha az ember a zsíradékot nem tudja teljesen homogenizálni a liszttel, teljesen beledolgozni. Ez most 20 deka teljesen sima, 80%-os vaj, ezt beleteszem a 2 deci vízbe. Hagyom, hogy teljesen elolvadjon benne. Kimértem 200 g lisztet, ezt fogom hozzáadni, ezután a tűzről leveszem, és egyesével beledolgozok 6 egész tojást, ezt már elektromos habverővel és nagyon alaposan. Összeállt a massza, lehet látni, tökéletes az állaga. Tehát akkor, hogyha a zsírcseppek megjelennek rajta, és elkezd a zsír gyakorlatilag így kijönni a tésztából, akkor nem is érdemes vele tovább dolgozni, mert abból nem lesz égetett tészta. Ennek ilyen egynemű állagúnak kell lenni, mint ez itt most. Ezt a tésztát egyszerűen habzsákba kanalazom, vagy habzsákba töltöm. Csillagcsővel ellátott habzsákba. Csillagcsöves habzsákba töltöttem tehát ezt a tésztát, és innentől kezdve az, hogy én most ebből ilyen hosszúkás, babapiskóta-szerű halmokat nyomok. Ezek lesznek ugye az eklerfánkok. Vagy pedig kicsi kerekeket, ez megint csak egyéni ízlés dolga. Nem kell túl közel nyomni őket egymáshoz, tehát hagyjunk mindenképpen helyet közöttük, ugyanis ezek sütés közben reményeim szerint borzasztóan megnőnek. Nem akarok én olyan nagyon nagy fánkokat sütni, inkább csak ilyen kis diszkréteket, azért nyomok ekkorákat, de természetesen lehet ennél nagyobb fánkokat is készíteni. Ha valaki nem ilyen hosszúkás eklerfánkot szeretne csinálni, akkor egyszerűen nyomjon a tepsire kerek halmokat, és akkor ebből pontosan olyan tészta lesz, mint a képviselő fánk, mert hogy annak ilyennek kell lennie. Jó, 210 fokos sütőben 5 percig sütjük, utána a sütés hőmérsékletét 20 fokkal csökkentjük, úgy sütjük további 15 percig a tésztát. Egy fontos művelet van még hátra. Az egészet úgy, mint amikor kezet mosok és lerázom a kezemről a vizet, picit megspriccelem, hogy ez a víz, amikor keletkezik a gőz, ez kicsit még megemelje a tésztát. És akkor mehet is besülni. Elkészült a fánk, tökéletes lett, most megfőzöm hozzá a krémet. Ehhez első lépésben 6 tojás fehérjét kemény habbá verek. Ha
ha nem adja olyan könnyen magát, akkor sincs gáz. 5 deciliter tej úgy is kell még a krémhez. Én már ezt kimértem. Ebből a tejből tegyünk hozzá, és akkor így sokkal könnyebb lesz turmixolni. Ezt az eperpürét hozzáöntöm a többi tejhez. Tehát ez 5 deci tej volt, 25 deka eper turmixolva, ami nagyjából olyan 2-2,5 deci eperpürét ad ki, és fölteszem a tűzre forni. Ehhez a teljes eperpüréhez hozzáadok 12 deka főznivaló eperízű pudingport. Ez a 12 deka, ez 3 csomagnak felel meg. Ugyancsak hozzákeverek 22,5 deka kristálycukrot, és ezzel sűrűre főzöm ezt a masszát. Ha kész, akkor azon forrón beleforgatom a tojás kemény habbá vert fehérjét. Itt nem az a cél, hogy ez a tojás fehérje lazítsa ezt a krémet, az a cél, hogy majd ezt megkösse tulajdonképpen ezt a krémet, és ezért fontos, hogy a tojás megfőjön benne, ez a tojás fehérje, azért kell forrón belekeverni. Elkészült az eperkrém. Annyi ideig hagyjuk hűlni, hogy egy picit könnyebben formázható legyen, tehát amikor habzsákba kanalazom, akkor bele tudjam nyomni majd a fánkokba, de nem szabad hagyni teljesen kihűlni, hisz akkor addigra meg fog kötni. Úgyhogy valahol félúton kell ezzel majd dolgozni. Annyi történik tehát, hogy kicsit hűlni hagyom, utána habzsákba teszem, a fánkoknak levágom a tetejét, az üregüket megtöltöm eperkrémmel, hagyom megdermedni, az eperkrémre majd teszek kemény habbáver tejszínt, visszateszem rá a fedőket, egy pici porcukrot szitálok rá, és ennyi.